azon föltételt adatokat tartalmazza. A törvényjavaslat ezen rendelkezése a társasági törvény 280-as paragrafusának, valamint a tőkeegyesítő társaság határon átnyúló egyesülésre szóló 2007 évi 140-es törvény 5-ös paragrafusának módosításával ültetheti át. Valóban, hogyha ezek megtörténnek, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebben lehet majd ezeknek a társaságoknak egy-egy átalakulását vagy akár szétválását is közzétenni, hiszen az eddigi eljárás, a mostani eljárás során jóval bonyolultabb, nehézkesebb volt, illetve költségesebb volt ezeknek az információknak a közzététele, illetve ezen eljárás módosítása. Én úgy gondolom, hogy jóval könnyebben és gyorsabban tudják a társaságok ezeket az átalakulásokat, illetve szétválásokat végrehajtani a társasági szerződés módosítás során. A csődtörvény az elektronikus kommunikáció elterjedése tekintette rögzítette, hogy a csőd eljárásban 2011. január 1-től a bíróságok és a felek közötti írásbeli közlések kizárólag elektronikus úton történhet. Én úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű feladat, hiszen itt már említettük, 2005 és 2008 között vált folyamatossá ez az elektronikus eljárás, és ugye itt nem csak a bíróságoknak, hanem a gyakorló ügyvédeknek, jogászoknak is nagyon fontos volt ahhoz, hogy erre fölkészülhessenek, és az elektronikus úton történő levelezés, illetve a beadványok közötti úgymond összhangot meg kellett teremteni. Egészen biztos vagyok benne, hogy ha már ez kialakul, és valóban évek óta jól működik, vagy működik a cégbíróságon bármilyen eljárásban, úgy gondolom, hogy maga a bíróság eljárás során is ez a úgymond elektronikus úton történő levelezés jóval gördülékenyebb és gyorsabb lesz, és talán az irathalmazok sem növekednek egy-egy irodában, vagy akár a bíróságon, vagy akár az ügyfeleknél, illetve a cégeknél. Azt azért ugye meg kell említeni, hogy az OIT tájékoztatása szerint a bíróságok egyik esetben sem tudnak megfelelni a 2011. január 1 napjától kezdődően a fentiekben hivatkozott elektronizált ügyintézési kötelezettségnek. De azt tudni kell, hogy a civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd és felszámolás eljárások modernizáció című projekt hivatott szolgálni az elektronizált folyamatok kiépítését és azok megteremtését. Reméljük, hogy mi hamarabb sikerülni fog ez az úgymond elektronizáció, hiszen úgy gondolom gyorsabb, hatékonyabb és gördülékenyebb ügyintézést tesz lehetővé majd a felek, illetve a bíróságok között. Erre tekintettel kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést, törvényjavaslatot szavazatokkal támogatni szíveskedjenek. Köszönöm. Kérdezt követően az előre bejelentett felszólalók sorában Gaudi Nagy Tamás következik, Jobbik képviselőtesi parancsol, ugyanincsak 15 perces időkeret áll rendelkezésre. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Egy olyan törvényjavaslat fekszik most előttünk, amelynek indítatásával, céljával, sőt szabályozási tartalmával is egyet lehet érteni. Nem csak jogászként, hanem olyan személyként, amelyiknek helyébe bármelyikünk léphet, tehát bármelyikünk lehet egy olyan társasággal jogviszonyba kerülő személy, amely társaság kifejezetten család érdekekből jött létre, kihasználva azt a lehetőségrendszert, amit most már ugye az egy óra alatti cégalapítás, illetve a korlátolt felelősségi társaság valójában korlátlan, ugye, és nem létező felelőssége jelent. Nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, ugye, Bohács képviselőtársam is említette ügyvédi praxisát. Én is rengeteg ilyen esetet találkoztam, amikor pontosan az a módosítás, amit ugye most helyre kíván iktatni ez a javaslat, helyre kíván tenni, mégpedig az, hogy a természetes személyek adatai, lakhelye ugye eltűnt a cégnyilvántartásból. Milyen érdekes, milyen rejtélyes indok lehetett valóban az, ami az elmúlt pár évben sok jogalkotási feladata között, illetve ilyen kiemelt célként szerepelt Gyurcsány kormány programjában. Mi lett a célja? Hát nyilván az, hogy a koncernjogi szabályok, a háttérfelelősségi szabályok érvényesítéséhez döntő jelentősége van annak, hogy és milyen formában tud a mondjuk egy korlátolt felelősségi társaság a jogviszonyba kerülő és fizetésképtelenség miatt követeléséhez nem jutó társaság lehetőségei rendkívül módon beszűkültek. Ugyanis mit tudott tenni? Tipikus helyzet az, hogy minden projekt, nagyobb beruházási projektre cégbirodalmakat hoznak létre, egy óra alatt létrejött társaságokkal, valójában alvállalkozói hálózattal működtetik azt a vállalkozást, amit megcéloztak, és igazából a társaság mögött
a szabályozás oka miatt sem, de ténylegesen sincs valójában vagyonfedezet. És ebben az esetben a társasági törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az a személy, az a tulajdonosi kör, vagy az az ügyvezető, aki családmódon tudatosan olyan üzletpolitikát folytat, aminek a célja az, hogy visszaéljen a korlátolt felelősséggel, ebben az esetben személyes vagyonával felelősséggel tartozik annak érdekében, hogy ezt a felhalmozott tartozást kifizethesse. Azonban a gyakorlatban a cégnyilvántartásból ezen adatoknak a áttekintető gyors megismerhetőségnek a kivétele ezt a hitelező védelmi eszközt jelentősen meggyengítette, és számos ilyen esettel lehetett találkozni. Emlékezzünk ugye olyan nagy például építőipari beruházásokra is, ahol gyakorlatilag alvállalkozások láncolatai, tehát több száz magyar kis- és középvállalkozás ment tönkre, akik ledolgozták, elvégezték a saját munkájukat, és nem jutottak hozzá az őket méltán megillető vállalkozási díjhoz. Ezt a helyzetet tehát megváltoztatja ez a javaslat. Nyilván a cél és az eszköz így ebben az esetben most ideális egységet alkot, mondjuk nagyon ritka az ilyen előterjesztés, és hát üdvözölnünk kell, ami tényleg egy létező olyan problémának az orvoslását próbálja szem előtt tartani, melyből semmilyen egyéb szempont nem jelenik meg, sem rejtve, sem burkoltan olyan fenntartás, vagy politikai indítatás nincs benne, ami egyébként nem fogadható egy ilyen szakpolitikai jogalkotás területén. Az elektronikus eljárásnak a felszámlási eljárásokban való teljes körűvé tétele az egy helyes és üdvözlendő cél, azonban itt ehelyütt kell mindenképpen felhívni a figyelmet arra, hogy óriási problémák vannak az ismert bírósági leterheltség miatt a felszámlási eljárások elbírálásának az ütemezésével. Ez egyik legnagyobb rákfenéje jelenleg most azon hitelezői körnek, akik nem befektetési, nem valami fajta piramis játék részeseiként szerettek volna profit többletet realizálni, hanem egyszerűen tisztességes asztalosipari, vagy bármilyen meleg vagy hideg burkolási feladatot elvégző cég tagjaiként. Egyszerűen részesei voltak egy ilyen alvállalkozói láncolatnak, amelybe gyakorlatilag a fő csúcson álló fél a munka elvégzését követően lényegében köddé vált, annak sok esetben tulajdonosaival együtt, és a csődeljárások ugye legtöbb esetben nem vezetnek eredményre, a felszámlási eljárás pedig már a fizetésképtelenség esetére kínál egy olyan lehetőséget, hogy végül is legalább részben kielégítést nyerhessenek a bajba jutott hitelezők. Na most ezt a rendszert nagyon komolyan, most már több éve válság sújtott övezetnek kell felfogni és tekinteni, hiszen most már tipikus az, hogy szinte egy éven belül sem fejeződik be, vagy legalábbis sok esetben egy éven belül nem fejeződik be egy ilyen felszámolási eljárás, aminek gyakorlatilag drámai következménye vannak két szempontból. Egyrészt a hitelezők addig lényegében nem bírják már finanszírozni ezt a rettenetes terhet, ami a kintreket tartozásuk meg nem térléséből fakad, másrészt pedig idő nyílik arra, hogy a tőke javakat, vagyon fedezetet a tulajdonosi kör a jogerős bírósági döntésig lényegében jogszerű, vagy jogszerűnek tűnő, vagy kevésbé jogszerű ügyletekkel elvonja. Tehát mindenképpen üdvözlendő a cél, hogy gyorsuljon az eljárás, tehát ez a gyorsítás lehetőségéhez juttatja a rendszert, akkor üdvözlendő. Nyilván össze kell kötni ezt azzal az egyébként örömteli fejleménnyel, hogy a bírósági rendszer a költségvetési törvény mostani szakaszában úgy tűnik, hogy megkapja végül is azt a legalábbis a 9 milliárd összegnek, amit javasoltam, legalább egy részét, tehát 3 milliárd forintot éppen Répási államtitkár úr előterjesztésében. Ez nagyon fontos, hiszen fontos az ilyen válságövezetekben kell és lehet mindenképpen a jogkereső személyek, szervezetek és gazdálkodók, és elsősorban a magyar tulajdonosú vállalkozások itt találhatják meg azt a túlélési lehetőséget, amellyel bizony élniük kell. Tehát az előterjesztésnek összességében mind a indokolása, mind pedig a tartalma elfogadható. Nyilván legfeljebb a kérdés lehet föltenni, hogy miért nem volt szerepelt ez mondjuk korábban az előterjesztések sorában, hiszen sok más egyéb javaslat is a ház elé került, amelyet talán még várni lehetett volna, hogy egyáltalán nem kellett volna ilyen döntést hozni, például ugye a jogkorlátozó szabályok ugye törvény előremelése, amelyeket ugye még a Gyurcsány rendszerben alkottak, de mindenképpen ez a jogalkotási szándék támogatandó, a Jobbik ezt támogatni fogja. Köszönöm.
Molnár Attila, fideszes országgyűlési képviselő következik, ugyancsak 15 perc áll a rendelkezésére. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A képviselőtársaim egy picit megkönnyítették a dolgomat, államtitkár úr is, Bohács képviselőtársam is, és Gaudi képviselőtársam is, mert nagyrészt a törvényjavaslatnak a lényegi elemeit elég részletesen és behatóan ismertették, illetve annak a hátterét is, hogy miért van erre a törvényjavaslatra szükség. Mégis igyekszem nem ismétlésekbe bocsátkozni, de a törvényjavaslat egy-két olyan elemét engedjék meg, hogy azért próbáljon megerősíteni, ami elhangzott, illetve ami a törvényjavaslat lényegi elemeit illeti. A TÉPER 1810-es számú törvényjavaslat az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szól. Az első olvasatra, hogy a technikainak tűnő változások nagyon is lényeges, a cégbíróságok, a céginformációs szolgálat és a gazdasági élet szereplői által is várt módosításokat jelentenek. A törvényjavaslat 5 a cégek működését érintő alapvető törvény módosítását tartalmazza, ezek ugye a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5-ös törvény, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 115-ös törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 4-es törvény és a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi 95-ös törvény, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 91 évi 99-es törvény. A törvényjavaslatban foglaltak alapvetően három célt tűznek ki. Egyrészt a természetes személyek lakóhelyadatainak megismerésével kapcsolatban felmerült anomáliák kezelését, másrészt a cégeljárás teljes körű elektronizációjának megvalósítását, harmadrészt pedig már a korábban idézett 2009/109-es EK Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek való megfelelést. A természetes személyek cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyadatai egészen 2009. december 11-ig a cégnyilvánosság alapelvének korlátozástól mentes érvényesülése alapján egyenlő feltételek mellett megismerhetőek voltak mindenki számára. A 2009. évi 121-es törvény azonban módosította a cégtörvény 10. paragrafusát, és bevezette a lakóhelyadatok differenciált megismerésének korlátját. A lakóhelyadat továbbra is a cégjegyzék része maradt, azonban ezen adatok megismerésének korlátlansága megszűnt, a megismerés módját eltérően szabályozták a közfeladatot ellátó személyek, például bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, más közigazgatási szerv, stb., és a közfeladatot ellátókon kívül esők vonatkozásában. A közfeladatot ellátó személyek közfeladataik ellátása érdekében erre irányuló külön kérelem benyújtása nélkül automatikusan ismerhetik meg továbbra is a lakóhelyre vonatkozó adatokat. Ezzel szemben a közfeladatot ellátókon kívül esők tavaly december 11-e óta csak a céginformáció iránt benyújtott kérelem alapján szerezhetnek tudomást a természetes személyek, például tagok, vezetőtisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok lakcímadatairól. A kérelemben vagy a kérés törvényes jogcímét kell megjelölni, vagy az érintett személy hozzájárulását kell beszerezni és bemutatni. A céginformációs szolgálat az egyéb személyi körbe tartozók esetében az adatszolgáltatás időpontját és a kért adatokat regisztrálja, ami alapján bármikor visszakereshetővé válik az adatot felhasználó személye. A jelenleg még hatályos szabályozás szorgalmazói a korlátozást azzal indokolták, fontos közérdek, hogy a nyilvánosság követelménye ne okozzon indokolatlan kiszolgáltatottságot azok tekintetében, akikről az adatok szólnak. Az akkori változás kezdeményezői a rossz hiszemű adatkérést akarták kordába szorítani. Hát azt, hogy még mit szerettek volna elkerülni Gaudi képviselőtársam, azt gondolom elég jól megvilágította, illetve látjuk, hogy az arra hivatkoztak még, hogy olyan indokolatlan adminisztrációs terhet róttak az eljáró cégbíróságokra és céginformációs szolgálatokra, ami miatt fontosnak tartották ezt a rendelkezést, ennek a törvénynek az elfogadását. A törvényjavaslat a közérdekű nyilvánosság elvének mindenféle korlátozástól mentes érvényesítése, a forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek érvényesülése, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében ismételten módosítja a cégtörvény 10. paragrafusát, és ezzel 2010. december 31-ével újból biztosítja, hogy a természetes személyek lakóhelyadata mindenki számára egyenlő feltételek mellett erre irányuló külön kérelem nélkül megismerhetővé váljon. Ezzel gyakorlatilag visszaáll a 2009. december 11-e előtti korlátlan megismerhetőség.
A törvényjavaslat ennek érdekében módosítja a cégtörvény más érintett szakaszát is, melyen lehetővé válik a tagok, a vezetőtisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a könyvvizsgálók, stb. Lakcím adatainak kerülőutak nélküli megismerhetősége. Mindez azt jelenti, hogy mind az e-cégjegyzékben, mind pedig a cégkivonatokban, cégkiratokban, például társasági szerződés alapszabály és a cégközlönyben közzétett végzésekben is külön kérelem nélkül automatikusan megjelennek majd a lakóhelyre vonatkozó információk. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat rendelkezik a cégbejegyzést elutasító végzés ellen benyújtott fellebbezést elbíráló jogorvoslati eljárás elektronizációjáról is. De elhangzott már Bohács képviselőtársamtól is, hogy az elektronikus cégeljárást cégbíróságokon 2005. január 1. és 2008. július 1-e között fokozatosan valósították meg. Ennek a folyamatnak az záróaktusa tulajdonképpen a másodfokú eljárás elektronizációja, ami azt jelenti, hogy a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzést a fővárosi ítélőtábla, amely a fellebbezés elbírálására kizárólagosan illetékes elektronikus eljárás keretében bírálja el. Ez azért is fontos, mert ennek következtében a fellebbezések intézése jóval gyorsabbá válik, a bíróság adminisztrációs terhei pedig csökkennek. Ezen módosítás szemben a törvényjavaslatban foglalt egyéb módosításokkal már, melyek már 2010. december 31. napján alkalmazandóvá válnak, 2011. április 1-én lép hatályba. A módosítással tehát megvalósul a cégeljárás teljes körű elektronizációja. A képviselőtársaim is szóltak a 2009/109-es EK Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek való megfelelésről. Ennek ugye az a lényege, hogy lehetőség van a társaságok honlapjainak vagy más honlapok használatára az egyesülési vagy szétválási dokumentumok közzétételére. Ennek érdekében azonban biztosítékot kell nyújtani a honlap biztonságosságával és a dokumentumok hitelességével kapcsolatban. Végezetül szeretném én is megemlíteni a törvényjavaslatnak a harmadik fontos elemét, ami a csődtörvényről szól. A csődtörvényben előírt elektronikus ügyintézési kötelezettség bevezetésének a határidejét 2011. január 1-je helyett 2011. július 1-ére javasolja módosítani a törvényjavaslat. Elhangzott már, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalának tájékoztatása szerint a bíróságok nem tudnak megfelelni a 2011. január 1-től kezdődően a hivatkozott elektronizált ügyintézési kötelezettségnek, ezért is van szükség a határidőnek fél évvel való meghosszabbítására. Tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket, hogy szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. Következik Schiffer András, frakcióvezető úr, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a törvényjavaslat célkitűzéseivel, illetve irányával egyetértünk, és azt támogatni tudjuk. Ugyanakkor általánosságban lenne néhány kritikai megjegyzésem. Az egyik az arra vonatkozik, hogy jó volna a civilisztikában, a gazdasági szabályozásban a jogbiztonságot megteremteni, mert az elmúlt bő két évtizedben elég sok, nem csak bosszúságot, de azt gondolom, hogy forintösszegben is mérhető kárt okozhatott az országnak az, hogy az alapvető gazdasági törvények, a polgári jog legalapvetőbb szabályai évközben is igen sokszor változnak, és nagyfokú bizonytalanságot eredményez ez a gazdasági forgalomban. Azért beszélek most erről, mert egy viszonylag kis terjedelmű GT, illetve CT módosítás van előttünk, és mindjárt mondom, hogy mi is az, amire gondolok, hogy még hozzá lehetett volna nyúlni, és hát eléggé fájóan hiányzik ebből az előterjesztésből. Előtte csak annyit szeretnék előre bocsátani, hogy talán azt kéne megfontolni a kormányzatnak a jövőben, hogy amikor a társasági törvény, cégtörvény, de nyugodtan mondhatom a polgári perrendtartás csődtörvényt módosítja, akkor lehetőleg egyben egy nagyobb, összefogottabb novellát terjesszen a ház elé, tehát ha egy mód van rá, kerüljük azt, hogy az országgyűlés rendszeresen kisebb szeletekben nyúljon bele az legalapvetőbb gazdasági polgárjogi szabályokba. Amit én hiányolok, és a kormány előzetes nekiveselkedéséből talán okkal hiányolom, hogy nem kerül sor ennek a szakasznak a módosítására, az a szétválási szabályok. Ha már a kormány belefogott abba, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvényt módosítja, akkor nem igazán értem annak az okát, hogy miért nem kerül a ház elé egy Lex Stravag, tehát hogy a szétválási szerződéseknél miért nem zárjuk be azt a kiskaput, hogy kartelbírságot, de akármilyen más egyéb
közigazgatási vagy egyéb jogkövetkezménnyel sújtott cég a szétválási szabályozás kiskapuit kihasználva vígan kibújik az ilyen közigazgatási hatósági szankciók alól. Arról van szó, hogy lehetősége lenne a jogalkotónak, mindannyiunknak arra, hogy végre egyszer és mindenkorra kimondjuk azt, hogyha egy cég